Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban egy érdekes hírről fogok beszámolni, ahol is egy influencer 1000 forintosokat osztogatott Budapesten. Egy esemény úgy gondolom, hogy nagyszerűen demonstrálni fogja, hogy a társadalom milyen degenerált szinten van, különösen a fiatalabb nemzedékek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A fiatalabb nemzedékek mindig is céltáblái voltak a kritikának, különösen az idősebbek részéről, és ez mindig én úgy gondolom, hogy megérdemelt. Aki fiatal, az azt hiszi, hogy mindent tud, mindent jobban tud, és majd ő meg fogja változtatni a világot, majd megmutatja, hogy hogyan kellene ezt csinálni mindenkinek, aki előtte volt. Elfelejtvén azt, hogy mindenki előtte ugyanezt gondolta. Mindenki volt 14, 15, 16, 17, 18 éves, amikor azt gondoltuk mind, hogy majd mi megváltoztatjuk a világot, hogy mi tudjuk, hogy hogyan kellene jobban csinálni. A különbség köztünk, illetve a mostani fiatalabb nemzedékek között az, hogy a mi időnkben még volt nevelés. Valóban nevelésnek volt nevezhető. Szó szerint értelembe vett nevelés, amikor arra törekedtek a szülők, arra törekedett a tágabb közösség, hogy egy megfelelő következő nemzedéket neveljen fel lehetőleg jobbat, mint amilyen ő maga volt. Megmutatom, hogy mit is jelent a nevelés szó szerint, mert úgy gondolom, hogy rengetegen elfelejtették ezt, olyan értékátadó, értékrendszert kialakító, fejlesztő folyamat, melynek célja, hogy az egyént életfeladatai megoldására képessé tegye. A nevelés az a folyamat, amelyben a pedagógus által irányított tanulói tevékenységrendszer fejleszti az egyén képességeit. A fejlesztő hatások révén alakul a tanuló értékrendszere, személyisége, amelyek lehetővé teszik számára az egyéni és társadalmi feladatok megoldását. Alapvetően megváltozott már a világ. Azt gondoljuk, hogy a gyereknek az a jó, ha azt csinálja, azt csinálhatja, amit ő akar, hogy teljesedjen ki, legyen olyan, amilyen csak lenne magától. Végtelenszer elmondtam már, én tudom, de elismételem még egyszer, egy szülőnek az lenne a feladata, vagy egy nevelőnek, hogy határt szabjon a gyereknek, hogy megállítsa azt abban, hogy kiteljesedjék annak a gonoszsága, amely természetétől fogva benne van. A Biblia úgy fogalmaz, hogy az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. Ezzel szemben mi átalakítjuk a társadalmat, egyfajta Black Mirror epizódá, ahogyan Telex is beszél arról, hogyan jutottunk oda, hogy a gyerekek sikítva tapossák egymást 1000 forintosokért. Mindjárt megmutatom a videó verzióját ennek a cikknek, arról van szó, hogy szép réti Roland influencer jelentős részesedést szerzett egy mobiltokokat gyártó cégben, amit úgy ünnepelt meg, hogy 2000 darab 1000 forintos szólt ki Budapest belvárosában a követői között. Erről eszembe jut ez az ősrégi jelenet Batman című filmből, mikor Joker a pénzt osztogatja Gotham utcáin. Mennyit gyűjtettél össze? Egy ezzel, nem tudom, beleteszem a jogsiba. Úgyhogy jöhet még. A többség biztos vagyok benne, hogy nem látja sem az ellentmondást, sem az iróniát abban, hogy ugyanaz a generáció, aki kapkodja az 1000 forintosokat az utcán, hogy minél többet össze tudjon gyűjteni, ugyanaz a generáció az, aki majd meg fogja menteni a világot a klímaváltozástól, meg mindenféle katasztrófától. Ugyanez a generáció, aki tüntet az utcán, aki megmondja nekünk, hogy hogyan kellene a világot irányítani. És senkinek nem is tűnik fel ez. Vagy legalábbis a többségnek. Annyira el vannak veszve az emberek, hogy nincsen fogalmuk arról, hogy a valóságban mi történik. Nem tudják összerakni az események láncolatát és kiszámítani annak a következményét hosszú távra.
Széprétti és a cég tulajdonos Dealer Kevin a Wall Street farkasa vonatkozó jelenetéhez hasonló mozdulatokkal dobálta a bankjegyeket, csak FBI ügynökök helyett itt magyar fiatalok és tinédzserek tolongtak, köztük 13-14 éves gyerekek. A fiatalok sikítva egymást lögdösve próbálták elkapni a papírpénzeket, többen akár 3-4 ezer forintot is összegyűjtöttek. 3-4 ezer forint, akármit, hogyha ez valami lenne. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon, ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!